Az alapszakasz második és harmadik helyezettje találkozik az elődöntőben, de az esélyek már csak azért is a sötéten vezes Mávelőre mellett szóltak, mert eddigi két meccsét is 3-0-ra nyerte a Debrecen ellen. Ennek megfelelően erőteljesen indította a mérkőzést a hazai csapat, Pesti Marcellék 14-9-re is vezettek, ezután azonban a Deac megkezdte a felzárkózást, 15-13-nál pedig meg is fordította az állást. A fehérvári együttes csak 20-20 után tudta visszavenni az irányítást, ezután azonban már nem is engedte ki a kezéből. A második felvonásban a debreceniek kezdtek erősebben, 12-12-től viszont a kékfehérek egyszerűen megzabolázták ellenfelüket. Bár William Cesar szervái továbbra is problémát jelentettek a védelemnek, a játék többi elemében a Mávelőre játékosai emelkedtek felül, ebben a játszmában 21 pontot engedett ellenfelének Omar Perillo csapata. A harmadik játszmában pedig még ennél is kettővel kevesebbet, Reggio Cocchi vezérletével már végig a hazaiak domináltak, és végül ezt a meccset is 3-0-ra nyerték a Deac ellen. A szetveszteség nélküli győzelemmel 1-0-ra vezet a 3 győzelemig tartó párharcban a Mávelőre, a következő összecsapást április 4-én rendezik Debrecenben.